Szép jó reggelt. Nagyon gyors reggeli, illetve elvinni való készítés következik, gyerekek. Ötlet. Szóval ez kicsit korábban kell felkelni, hogy mondjuk, ha nem tudsz aludni, akkor nincs semmi probléma a felkeléssel, igaz? Tehát... ami a lényeg, hogy csinálunk egy pizza, hamis pizzát, jó? Tehát pizzaszósz, megkenjük. Mind a két oldalt. Igen, és akkor jöhet a sajt. Megy ez, csak csinálni kell, igaz? Jó? És hát itt még le van fagyva nekem a... Elkezdtem darabolni, de aztán... Hát mondom, van nekem lefagyasztva. Pepperonim. Tehát rendes ez a pizza szalámi. Olasz. Megpakoljuk. Ó, gyerekek, még nagyon korán van. Ugye, Évi? Igen. Jön a mindjárt fiam, leteszi a szofit, fölveszi a, amit készítek neki, meg a kávéját. Jó jár velünk. Na, ide is teszünk egy kis sajtot. Oké. Eddig jó, ugye? Oké. Hagyma. Mondja, Évi, közben mondhatod. Mi? Te mit akarsz? Én még ébredezek. De nyugodtan elemezd ki a politikai helyzetet. Évi ilyenkor nem szabad beszélni. Kell egy óra, amíg felébredek, pedig most fürödtem is. Az ötösséget, de valahogy. Yeah. Évi az nagyon lassan ébred. De aztán utána beindul, mint a gép. Akkor még már életveszélyes itt lenni a konyhában, mert elsodor. 7 óra után már oké vagyok. Sokszor csak annyit érzek, hogy ilyen fuvallatokat így a hátamon. Ja. Így, hogy... Na. Eddig jó a pizza, úgy néz ki. Pizza utánzat? Aha. Ha? Ja. Jó, várjál, hogy csináljam. Így. Így.
És kész. Jó? És megsütjük. Tehát ez volt az egyik változat. A másik változat, ugye a kubáner, igen. Megvajazzuk. Művaj. Mit tudom én, mi ez. A spread. Jaj, valaki beírta, hogy mit jelent az, hogy mikor mondom, hogy gravy, meg mi volt még valamit. Gravy volt. Ja, meg a cornstarch. Tehát a gravy az a szósz. Cornstarch, meg a kukorica keményítő. Oké? Okay. Hát akkor elmondtam. All right. Kettő és négy. Tehát sonka, sonka, újabb sonka, hát ez csak ilyen hamis kubai szendvics lesz. Jó, elhasználjuk ezeket is. Sonka. Nyom. Egyen meg a szívedet azt. Több nincs. Mert reggelizte egyébként is. Nagyon finom. Most pedig feltéve, ha ezt én ki tudom nyitni. Nagyon vékonyra levágunk egy kis lilahagymát. Mm.
És ennyi, más nem teszünk bele. Nos, az első pizza szendvicsünk kész is van. Szépen összesült, egybesült, és akkor így jön a többi. Jön egy elpakolás. Ez a következő. És itt van ez a kubaias. Raktam bele egy kis szalámit is. Na most még olyat is lehet csinálni, hogy megolvasztasz vajat, és egy kicsit bekened. De hát mi most nem szem csináljuk. Egyik a övé? Gyerekek, olyan fájdalmaim vannak már megint a csuklomra, úgyhogy na most van ez a Arcoxia nevű gyógyszer, és így olyan, mint a Viagra, nézd? És akkor idáig a Évi szedte őket a derekára, úgyhogy van keretje, most én szedem be. Kedves egészségünkre. Na, és itt a utolsó, ez már kubáner, kubai. Én úgy hívom. Oké, na, tessék, itt van a gyereknek a kaja. Hát tudok, milyen rendesek vagyunk. Még meleg is. Itt a kaja, üdítő, és itt a kávé. És már jön is. Azonnal. Na, Koko üdvözli a Janikát. Itt van a láb. Jaj. Na, mehetsz is. Várom. Ne dolgozzál sokat. Úgy dolgozz, hogy más is odaférjen. Right, bye. Na kérem, és itt van a Évinek is a reggeli meg a ebéd. Készen vagyunk. Kihúzzuk. Aztán majd mutatom az én reggelimet is. Meg hát ez egyben ötletek, hogy mégis mit lehet csinálni. Kitalálni. És még egy pillanatra visszajöttem. Na most ennek az a lényeg, a gyerekek, ez kihűlt. Ez, nézd ide. Ez ilyenkor ropogós. És rendkívül finom. Most amikor fogyasztod, érdemes így elvágni, és betenni a mikróba 30 másodpercre. Te megfordítod, és újabb 30 másodpercre. És hagyod egy kicsit állni, pihenni. Deregek, olyan, mint akkor sütöttétek volna. 8 óra 20. 23 fok Celsius. Hőmérséklet. Szerda van. Az a fekete zsákokban van a kerti szemét. Majd remélhetően jönnek, aztán viszik. Én pedig jövök ide hátra. Úgy emlékszem, hogy jaj, tegnap kint hagytam azokat a facsavarokat, igen, itt van, amelyeket kiszedtem. De hát gyakorlatilag ennek semmi baja. Tehát ugyanúgy használható. Ez egy korodálás, de rohad, de mindegy. A stainless steel-eket nem akarom ide elhasználni, de ide jó ez is. Most ugye itt van a 2x4, és egyszerű dolgom van, mivel hogy ahova oda lőttem a szögbelövővel,
ugye oda kell mellé tenni a facsavart is. A végig. Három sor. Itt még lazamer a fele, tehát az oszloptól csak itt van összekötve, hogy addig ideiglenesen. Hát úgyse lehet csinálni a behajtásokat. Hát ez csak két kézzel megy, és fel kell vegyem a érszorítómat. A gyerekek, ennyi. Ilyenkor a legjobb csinálni, mivel még a nap még le van. Nem fog ide sütni meg bele a szemembe. A másik, hogy ezeket össze kell vagdossam. Még valószínűleg a mai nap folyamán. Hát azt már csak hétfőn viszik el, úgyhogy még azok ezt a hármat. Csak van mit csinálni. Na. Jaj, hozok innivalót. Bekötöm a kezemet, csuklom, elszorítom, és akkor meg még ezt is vissza akarom tenni. Na most ennek a felcsavarozása, ugye itt nem tudom, mi fog látszani, remélem látszik. Felhasználom a régi facsavarokat. Tehát akkor hogy behúzza. Most az a probléma ezzel, én abban voltam először, hogy elég lesz az, hogyha csak ezzel. De így följön így, ahogy száraz ki, mert ez vizes, amikor meghozom. Ilyen C betűbe. Most értem el, és nézd meg, figyeld. Látod, hogy már volt görbület? De hát ez túl sokat nem szabad várni. Mire látszott? Nagyon jó kis szerszám, nagyon jó. Régebben ez nem volt. És gondolod vele, hogy a csavar, vagy volt a fúrógép, abba kellett befogni ezt, és úgy belehaj, vagy kézzel. A kukszira is megjött. Mi a helyzet? Kijöttél te is egy kicsit? Jó van. Mennyi bóklász a szaglász, ott tartja a terepszemlét. Majd ezt is fel kell rakjam. Próbáltam, hogy kiütögetem belőle ezeket a szegeket, de ez ilyen műanyag. És hát el vannak rohadva. Na most ahol így van, itt például itt kijön. Ugye itt ki tudod vele húzni. Egyszerű. Ja. Majd ezt fölövöm viszont. Gyerekek, van a szél volt, én meg ott fönt van az a luk. Kitépte a tiplit. Majd az, hogy be kell tiplizzem ott. Van a szél volt. Az egészet. Oda volt rögzítve a falhoz, és kitépte. Kok. Kok. Nézzétek meg, mit csinál. Zsivány kutya. Nincs esze neki. Mi azt mondják az állatnak? Nincs esze. Van itt egy járőr macska. Hatalmas nagy bakmacska. És itt, mivel friss homokot talál, ezért azt csinálja a rohadék, hogy hát jelög ott is. Ás ilyen gödröt, az belehugyozik, vagy beleszalik. Te mit csinálsz? Na most a kokó ezt érzi. És ő is elkezdett ilyen lukakat ásni. Igaz? Nagy a szentségét. Nekem ne tanuljál meg ásni, mert az nem jó. Kérdele, hogy kiássa a kerítés alatt, vagy valami. Na de mert érzi a szagot. Ugye? Régen csinálták azt, hogy összem a valériána volt ilyen, hogy hívják ez a
ampulla. Ha valakivel ki akartál szórni, mentél az utcán és a házához, a tövé oda dobtál ilyen, aztán valériának cseppek voltak. És az a szagot adott, mint amikor párzik a macska. Tehát mikor tüzel a macska. És bassza, ott nyávogtak a bakmacskák. Mondta, hogy Mihály! Ez ott éjszaka. Hát ott meg lehetett törülni. Hát annak volt olyan szaga, ha jól emlékszem. Vagy valériának, vagy valami hasonló valami lehetett. Na, felfogadtam, majd mindjárt meglátjuk, hogy átelövi a izé. Nem tudom, hogy túl hosszú lesz. De öreg szar lehet. Ez csak azért van, hogy ne látszódjon itt a szemét. Gyerekek, van gazolási problémáink vannak, ez a szború. Itt ezt mind ki kéne pótolni. Ilyen fű plagokkal, vagy gyeptégla. Annyira rossz a talaj, hogy azt mondják valaki, hogy itt paradicsomot meg mit tudom, miket termelni. Semmi nem lesz belőle. Ez nem magyar föld, gyerekek. Magyar föld, az bárhol ledugsz valamit, az kinő. Bármi. Nem olyan alkalmatlan. Na, két sor megvan. Ez a felső és a középső. És már elkezdtem itt alul is. Na szép lassan, nyugodtan nem tudok. Van bőven időm. Úgyhogy ezt majd jövő héten már ezt röhögve megcsinálom. Ez a rész marad, ezzel semmit nem csinálunk. Nem szükséges. Na. Hupszi! Na már csak 6 darab csavar volt hátra, gyerekek. Leugrott ez a nyavaja. Leugrott a csavarról. Ide bele a kezembe. Nézzetségét. Már megmostam, meg kimostam, meg minden. Na, tovább vérzik, majd be kell kössem. Na, hát ilyen is van. Na gyerekek, ez is megvan, látjátok, csak így tudtam összehozni, hogy ezzel a belövővel, a tűzőgéppel ugye rálőttem, ott van, de mivel hogy hosszabbak voltak a szegek, ezzel ugye átjött, megfogta, azt rágörbítettem, ez kész. Ennyi. Kis kalapáccsa. Na, így jobban néz ki. Ha? Zárja ezt a részt. Na, ez is megvan. Jó van, hát most már lehet magdosni. Most itt van ugye, hogy a használt facsavar. Hát csak egy kézzel, most nem tudom, hogy fog menni. Igen. Most ennek mi a baja? Igaz? Ja. Most ennek mi baja van? Az, hogy használt. Gyerekek, ma már olyan árak vannak Home Depotba, hogy az iszonyatos. Hogy amit lehet, menteni kell, azt is. Ja. És ez megy most már összedarabolásra. Egy olyan, mekkora lesz, körülbelül ekkora, és akkor úgy elviszik a kukások. Ha így kiraknám, nem vinnék el. Ilyenkor úgy volt teherautó sofőr, és ilyen platóssal is, billencsel is. Tudjátok, hogy fáj a szívem? Meg ácson, amikor ugye tulajdonképpen majdnem, hogy úgy kellett lopjuk a használt raklapokat, és azt hát szemet hunytak fölötte, hogy nem raktuk le, mert sehol nem szerették a használt raklapot átvenni. És voltak olyan cégek, akik csak például az a cég, ahol dolgoztam, ott akkor csináltuk a palettokat a gép alá, vadonatúj anyagból. És csak úgy vették át, hogy vadonatúj anyag volt. Szóval azt az anyagot, aztán utána fogták és összevágták.
Ó, benyeltem egy csomó port. Szóval, nem kell így a kikortot. Jaj, Istenem. Porzik mind a rossz sem. Kellett volna egy maszkot vegyek, ugye? És hát, hogy miért fáj a szívem? Hát mondom, tűzifájér harcolni kellett. Mondjuk nekem volt lehetőségem hozzájutni, mondom, ilyen raklapokhoz, és akkor hazavittem, és gyerekek fejszéve minden. Ilyen eszközeim lettek volna, mint most, hogy van motoros fűrészem, kézi, ugyanez, csak kézibe, tudjátok. Akkor ez, akkor rókafarkú fűrész. Ó, hát én annyi fát, még pénzt is tudtam volna belőle csinálni. Mentem volna kivágdosni ilyen akácokat, meg minden. Borza, meg, tudjátok, lehetett menni bérbe egy házakhoz. Meghozták a fát, és akkor akinek volt a faluba stílfűrésze, mondjuk volt két ember, azok hülyére keresték magukat, mert lekuglizták. Ugye lekuglizták a fát, és hát az nem ingyen. És volt egy rohadt stílfűrész, egy ekkora stílfűrész, mint az enyém, az elég is lett volna nekem. De hát szar se volt. Ilyen rohadt fúrógépem se volt normális. Nem is tudom hány éves voltam, amikor a legelső fúrógépem meg volt. Voltam egy 26 biztos. Szegénység volt, gyerekek, szegénység. Itt megnézd meg, most ezzel azt kell csináljam, hogy 3 fitnél kisebb kell, hogy legyen. Tehát 1 méter, 90 centinél kisebbekre kell vágni. És így nem rakhatod ki, így ahogy most itt van, hanem bele kell rakni a kukába, vagy bezsákolni, és csak akkor viszik el. És nem tudok vele mit kezdeni, hova, mit csinálják vele? Ugye? Vannak élelmes emberek, gyerekek, használt raklapokból csinálnak minden bútorokat. De olyan faszán, nézzétek meg a YouTube-on. Használt, főleg a izékre, a koreaiak csinálják, főleg. De sok mindent lehet csinálni, de én mit csinálják ezzel? Gondoltam rá, hogy ezt a végét, mondjuk itt, mert körülbelül ott van az a rész, mondjuk egy fitet, az 30 cent durván, ugye, ott lecsapok végig az egészből, és hogy visszarakom újra. Na de hát akkor ennyi, itt ekkora lenne a kerítésem. Pont az a cél, hogy ne lássanak át, ugye, meg én sem akarom látni. Mert ennek gyakorlatilag itt, nézd meg, ennek a felső résznek, mondjuk ami a közepében van, nézd oda, hát mi baja van ennek? Száraz. Miket lehetne ebből csinálni, de hát fadobozokat, ilyen virágtartót, vagy na nem ér annyit, mert hát $10 veszek újat. Na, ez van, és ugyanígy vagyok, hogy rossz érzés van bennem, amikor ki kell dobálni ilyen befőttes üvegeket, üvegbe benne a teja, például a teját üvegbe raknak, és megiszod belőle, és meg ilyen kakaót, meg ilyesmit, vastag üveg, és nem tudsz vele mit csinálni. Otthon begyűjtöttük mindent. El kell mindent, vagy visszavittük a boltba, ugye pénzé, soros, itt nincs üveg visszaváltás, jó, felejtsd el, ilyesmi, nem foglalkoznak vele. Összetörik, belekeverik a bitumenba is, meg, miért tudom én, mit csinálnak vele? Mondjuk ki nem vágják, mert azt ledarálják, és akkor felhasználják, vagy újra beolvasszák, a franc tudja. Mert az a recycle anyag. A gyerekek, ennyit akartam elmondani, itt megtörténik még ez a két létszal már csak. De én kész vagyok. És akkor ezt majd Évi összeszedi. Összekötözi, vagy mit tudom, hogy amit akar, azt csinál vele. És hát lassan kezd fölmelegedni az idő, hogy valamit csinálom, nem tudom még mit. Úgyhogy
ennyi volt a mai kintlét. Rámorok aztán. Megyek fürödni. Jó, hát ha nem lenne rajta valami még a videón, akkor hát jó egészséget. Sziasztok. Szép hétvégét mindenkinek. De valószínű, hogy még filmezek. Még talán annyi belefér, hogy ott mondtam, hogy kijött a tipli. És hát várj ezt, hogy a francba csináljam. Szinte bele kéne üssem. Igen. Ilyen vastag tiplét már nincs. Így, ez egy magyar módszer egyébként, hogy tudjátok. A Kristály vendéglátóipari vállalatnál így oldottuk meg a tiplizést. Burkoltuk azért a pincét, és a gyerekek, ennyi az egész, hogy ott szögelve csináltuk. Nem tudom, igen, rá kell menni oda, ahol a tipli van. Ez meg is volna, és annyit csinálunk, hogy ezzel betekerjük a facsomat. Hát nem fogta meg. Bassza meg, hosszabb csavar kell. Ja, hosszabb csavar kell. Na, hoztam egy erősebb csavart, hosszabbat. Rá. Hopp, hopp, hopp. Na, végülis megoldottam ott. Jó van, ennyi. Fogtam, azt belevertem, azt utána meg egyet ráhúztam, és kész. A gyerekek, kijöttünk. Meg volt a vacsora. Na Évi, hogy ízlett a kínai kaja? Jó volt. Jó? Finom volt? Nagyon? Jó. Ettem bablevest. Igen. Meg túrós tésztát. Meg én is. Nem túrós. Sajtos tejfölös. Sajtos tejfölös. Meg töpörtyűs tészta. Mi csak kompótot? Töpörtyűs tészta. Kompótot majd este eszünk, jó? A lefekvés előtt. Ja. Illetve hát majd a tévézés. Kínait azt mellőztük. Na. Hát gyerekek. Olyan dolog történt, hogy úgy, ahogy volt, a kínai kaja ment Kínába. Kínába. Ugye? Elküldtük Kínába. Come on. A kínjába, bele a izébe, szemetesbe. Túlsütöttem a húst, olyan lett, mint a beton. Go, baby. Mint a cipőtalpa. Let's go, baby. Ilyen is van. Ez nem tudom, hány amatőr szakács vagy szakács merné bevallani, hogyha elbasz valamit. Én igen. Én ebben különbözök tőlük, hogy én az elképzelés jó volt, csak az idő nem. Túl sokat volt ott. Egy perc is elég lett volna, de a másik nagy probléma nem ebből a húsból. Hát ez egy olyan masszív íz, ez a flanks, hogy ez nem igaz. Úgyhogy eleve egy rossz választás volt. Tehát ezt fölírjuk, ezt a menetet az elrontott ételek listájára. Ennyit ő róla. Aztán Évinek mindjárt megmutatom a munkát, amit végeztem. Illetve nem kell megmutatni, mert látod onnan. Kokó nem akar menni. Mit pakaroddod? Hát, amikor megjöttél, akkor voltadok ki, nem? Hát akkor jó, akkor várhatod. Nem keregi semmi. Nincs szándékába semmit produkálni. A gyerekek, tényleg elköszönök, jó egészséget a
Nagyon finom volt a túra, a sajtos tejfölös tészta, nagyon finom volt. Töpörtyűt rádaráltam, tényleg jó volt. 4 nap szünet jön, igaz? 4 nap szünet körülbelül. Szünet? Aztán a jövő héten találkozunk újra. Addig is maradunk tisztelettel. Jézus Máriám. Jani bácsi, Évi és Koko Floridából. Bye bye!